Tisztelettel köszöntöm az ünneplésre egybegyűlteket. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszöntöm Weisz Elvira polgármesterasszonyt, Istvánfalvi Sándor volt polgármester urat, meghívott vendégeinket, a Szent Gál TV munkatársait, a Történelmi Egyházak képviselőit, és lélekben összeforva a Kézdi Szentléleki testvértelepülésünk lakosságát. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el együtt a himnuszt. Felkérem Kovács Botond Árpád tiszteletes urat, hogy áldja meg az új kenyeret. Drága testvérek, a Prédikátorok könyvéből olvasok egy verset, a 9. résznek a 9. versét. Egyed vigassággal a te kenyeredet, és jó szívvel a te borodat, mikor kedvesek Istennek a te cselekedeteid. Amen. Kedves ünneplő egybegyűltek, a mi atyánkból jól ismert kenyérkérés nem feltétlen csak arra a kenyére vonatkozik, amit kiteszünk az asztalra, és napról napra fogyasztjuk, hanem mindenre, ami az életben maradáshoz szükséges. Isten a magyar népet gazdagon megáldotta, mert gyönyörű hazát is adott nékünk, ahol bő ezeresztendeje lakhat a mi népünk. Voltak történelmi pillanatok, időszakok, nehéz korszakok, amikor népünk sírt és vigasztalásra szorulódott. Ilyen volt a három dúlás, a tatár dúlás, török dúlás, és tegyük hozzá a felszaba dúlás. De megmaradásunkhoz kaptuk a hitünket, amely által újra és újra felállt a mi népünk, mondhatjuk úgy is, hogy újra és újra feltámadott. A magyar ember dolgos ember, aki mindig megművelte a földjét, lettek kalászos mezők, zöldleveles szőlősorok, és így az asztalunkon kenyér és bor. Nem csak a hétköznapokra, hanem az ünnepnapokra is. Tudjunk hálaadással ünnepelni, Isten nem csak a szükségeset adja, hanem sokkal többet. Lássuk meg ezeket a bőségeket, és legyen hálás mindenért a mi életünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ünnepet, amelyet megadtál. Engeded, hogy megláthassuk a te áldásaidat. Adtál nekünk dicső ősöket, általad kiválasztott vezetőket, erdőket, mezőket, kies tájakat, termőföldeket. Adtál egy népet, szorgalmas népet, amelyek dolgoznak, és ha szükség úgy hozza, segítenek, felkarolnak és ölelnek. Az ünnepi órákban lecsendesednek,
és lelkükben, szívükben rád figyelnek. Köszönjük a kenyeret ez asztalon és mindenki asztalán. Nekünk, magyaroknak különösen finom ez a kenyér. Bocsáss meg, amikor nem bánunk méltóan ez eled ellen. Buzdíts szíveinket hálaadásra, hogy vigassága lehessük kenyereinket, és jó szívvel ihassuk borainkat. A megszentelt kenyér a te hajlékaid asztalán legyen az örök élet kenyere, így emlékezve a mi Urunk Jézus szavaira, én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Lehajtott fővel fogadjátok az áldást, beszéljétek el az Úr dicső tetteit, aki mannával etette népét, aki adja a fényt, meleget és az esőt, hogy a búzaszem megteremje a 30-60 százszorosát, táplálott földi testünket, hogy éljünk, a lelket, hogy örökké éljünk. Amen. Kell még egy szóm, mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész vissza vár. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Szent Gáliak! Államalapító Szent Istvánt és az életet szimbolizáló új kenyeret ünnepeljük ma. Az aratás végeztével az elkövetkező időszak gabonája biztos helyen várja az alkalmat, hogy kenyérként asztalunkra kerüljön. Mi, Szent Gáliak, emlékszünk még a Rejberpékségben frissen kisült kenyér illatára, és a mindig mosolygó, kedves természetű Panni nénire. Az élethez ez is hozzátartozik. A szűkebb közösség, család és szülőföld, és a tágabb közösség, haza és nemzet. Mindegyik szükséges az egyén nyugodt, biztonságos, kiszámítható létezéséhez a belátható idők végéig. Ezt a létezést alapozta meg Szent István. De vajon lehet-e hű képet adni Szent Istvánról? Györfi György, István király és művet című könyvének bevezetőjében ezt olvashatjuk. Történelem formáló egyéniségről és életművéről igaz képet adni akkor sem könnyű,
ha kortársról van szó. A külvilág felé mutatott arc nem egyezik a természetes, egyéni vonásokkal, a köztudatban elterjedt portré, a propaganda és ellenpropaganda hatása alatt módosul, s ami az életművet illeti, az érdekelt embercsoportok aszerint ítélik meg, hogy elősegítette, avagy gátolta törekvéseiket. Ennek fényében szeretnék most egy rövid időre visszatekinteni önökkel államalapításunk gyökereihez. István trónra lépéséhez vezető útját olyan uralkodók készítették elő, mint atya, Géza fejedelem, valamint olyan történelmi események előzték meg, mint a honfoglalás. Szent István uralkodását megelőzően a magyarok Kárpát-medencében való felbukkanását többek között az is indokolhatta, hogy a nomád, illetve félnomád népnek szüksége volt állatai legeltetéséhez füves területekre. Így Ázsia felől Európa irányába vándorolt a magyarok, vagy ahogy a korabeli krónikák azonosították, hun, avar, szkíta, hungarusz népek azon csoportja, aki a kor társadalmi berendezkedésében erre a feladatra volt hivatott. A törzsi szövetségekben élő, pogány világnézettel, illetve sajátos hiedelemvilággal rendelkező nép a Kárpát-medencében szembesül a keresztény Európa uralkodóival, egyisten hittel, államszervezettel, feudális társadalmi berendezkedéssel, gazdálkodással és földműveléssel. Ebben a közegben kell biztosítaniuk népük fennmaradásának feltételeit. Géza fejedelem kiváló politikai érzékkel felismeri, hogy csak akkor lesz nemzetsége életképes, ha ő maga és egész népe keresztény hitre tér. A szomszédos országokkal nem háborúzik, inkább a békére törekszik, szövetségeseket keres. Ezt pedig legjobban házasságok kötésével tudja megszilárdítani. Így választja ki az akkor még Vajk nevet viselő fiának, Gizella bajor hercegnőt feleségnek. Ezek a törekvések azonban nem maradnak osztatlan siker, az ősi hithez és jogokhoz ragaszkodó nemzetségvezetők miatt belső viszályok gyengítik az országot. Koppány vezér nem hódol be, és nem ismeri el a kereszténységet vallásának. Sőt, Géza halálát követően, ősi jogokra hivatkozva követeli a trónt. István igyekszik a belső viszályokon úrrá lenni, Koppányt azonban csak külföldi szövetségesek segítségével tudja legyőzni. A belső rend megszilárdulásával Istvánt királlyá koronázzák. Uralkodása éveiben befejezi mindazt, amit Géza fejedelem elkezdett. Vármegyerendszert szervez, pénzt veret, templomokat épített, püspökségek alapításával egyházpolitikáját függetleníti a német egyháztól. Törvényei két részből állnak. Egyrészt erkölcsi iránymutatás, morális értékeket átadó intelmek, úgynevezett királytükör, mely a leendő uralkodónak fogalmazza meg, milyen is az eszményi államfő. Elsősorban fiának, Imre hercegnek szólnak, hisz tőle várja az általa felépített birodalom majdani virágoztatását, kormányzását, uralkodásának folytatását. A törvények másik fele az állam szervezéséhez, működésének fenntartásához elengedhetetlenek. Ezekben írja le például, hogy minden 10 falunak egy templomot kell építeni. István nem engedi a pogány hitvilágból visszamaradt szertartásokat, hagyományokat gyakorolni, ezek ellen szigorú szabályozással és büntetéssel lép fel. Uralkodásának lényegét, ha egyetlen kifejezéssel kellene jellemezni, akkor azt mondhatnám, mindig egy fő gondolat vezérelte, amit aztán utódjának is igyekezett átadni, így hangzik, Sis Honestus, amit 1808-ban Jordánszky Elek teológia doktor esztergomi kanonok így fordított le, légy emberbecsülő, cselekedj tisztességgel, önállóan
és az emberek kedvére. Ezzel államalapító királyunk letette halhatatlanságának alapkövét. Évezredekre előre mutatva, tanítva és intve minden közösségéért felelősséget vállaló vezetőt, Sis Honestus, légy becsületes. A most következő ünnepi műsorban a Kisboldogasszony katolikus énekkar összeállítását hallgathatjuk meg, művészeti vezető Nagy Katalin és Csizmadia László. Szent István királyról
csak egyszer nyílni. Minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdeznék tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Megkötöm Isten kötelével, megtöltöm szívemet ország igényével, szabadságom Uram, néked visszaadom, csak a szeretetre formáld át tudatom. Magamat megkötni gyenge vagyok, Uram, segítőkéz nélkül nehéz járnom utam. Atyám, erősíts meg gyermeked a hitben, életem példázza szeretet az Isten. Ismétlődik,
szívadon fönti. Mi ültetjük addig a fenyőt, ameddig azon fönti. Mi ültetjük. Ugyanaz ismétlődik, száz meg száz éve régen. Mi ébresztő kiáltás helyett, suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, magyar kitéljük a jövőt. Augusztus 20-án kerül sor a települési kitüntetések átadására. Ez alkalomból olyan Szent Gál fejlődéséért munkálkodó, jó hírének nevének megismertetésén fáradozó, közösségkovácsoló, sportban kiemelkedő tevékenységet nyújtó személyek munkásságát ismerjük el, akik hosszú évek alatt töretlenül, becsülettel végezték tevékenységüket. Tudásuk, képességeik legjavát nyújtva, gazdagítva ezzel Szent Gál tudományos,
kulturális, közösségi és sport életét. Felkérem Marton Áront, hogy olvassa fel Csizmadia Károly méltatását. Csizmadia Károly. Csizmadia Károly 1949. május 26-án született Szentgálon. Édesapja Csizmadia Károly, édesanyja Bodó Irén. Felesége Csizmadia Károlyné, született Bicó Veronika tanítónő. Gyermekei Csizmadia Péter jogász és Csizmadia Ádám újságíró. Általános iskolai tanulmányait Szentgálon végezte, majd középiskolai tanulmányait a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban kezdte meg, és a sümegi Kisfaludi Sándor gimnáziumban fejezte be, ahol 1968-ban érettségizett. 1968. októberétől 1970. októberéig kötelező sorkatonai szolgálatát teljesítette, majd ezután a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia mezőgazdasági ismeretek szakán okleveles általános iskolai tanárdiplomát szerzett 1977-ben. Egy évtizeddel később, 1987-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetem tanárképző szakán másoddiplomázott, középiskolai biológia tanárképesítést szerzett. Édesapja példájának hatására sorkatonai szolgálatát követően Szentgálon kezdett tanítani. 1989 és 2001 között a Vetési Albert Gimnáziumban biológiát, technikát, humánökológiát tanított. 2002-től nyugdíjazásáig a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológia Intézeti Tanszékén egyetemi tanársegéd volt. A felsőoktatásban több elméleti és gyakorlati tárgyat tanított, úgy mint a környezetvédelem biológiai alapjait, általános biológiát, környezettani szakmódszertant, élőlényismereti terepgyakorlatot, természetvédelmi terepgyakorlatot, zoopedagógiai terepgyakorlatot. Részt vett a végzős tanárjelöltek záró tanításának szervezésében, a tanári szak szakmódszertani moduljának kidolgozásában, valamint az egyetem csebányai terepbiológia állomásának kialakításában. Kutatási témái: a Szentgáli Tiszafás természetvédelmi területe, a Veszprémi környéki dolomit karsztvidék kialakulása, flórája és ezek változásai, a Balaton felvidéki felszíni vizek bakonyi patakok vízminőségének vizsgálata. A Szegedi József Attila Tudományegyetem továbbképző és módszertani intézet kutatási programjában mérésmetodikai vizsgálatokat végzett. Szakmai publikációi környezet és természetvédelem témákban jelentek meg a pedagógiai és tudományos folyóiratokban. Csizmadia Károly tagja több szakmai szervezetnek, mint például a Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesületének és a Biológia Tanárok Országos Egyesületének. 2009-től a Veszprémi Állatkert felkérésére elvállalja, és 2010-től nyugdíjasként is folytatja a Böbe Majom tanodája oktató és kiállítóház szakmai vezetését. Aktívan részt vállal az oktatóház programjának szervezésében, szakvezetéseket tart, zootáborokat szervez. Szülőfalujában mindig szívesen jön, hisz ma is élő kapcsolata van a településen működő nyugdíjaskör tagjaival és egykori diákjaival. Szentgál község önkormányzat képviselőtestülete a 13/2016 5. hó 30-án kelt önkormányzati rendelet értelmében a 2020. június 29-i rendes ülésén hozott döntése alapján Csizmadia Károlynak a Szentgál község díszpolgára címet adományozza. Kérem Németh Szilviát, olvassa fel Tóth Dénes méltatását. Tóth Dénes 1957. november 18-án született Veszprémben. Általános iskolai tanulmányait Szentgálon végezte. Veszprémben a kereskedelmi
és vendéglátó ipari szakmunkás képző iskolában hús- és hentesáru eladó képesítést szerzett. Egy gyermeke született, Tóth Elvira, élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök. 1976-tól Szentgálon a Hunyadi MGTS hatósági húsboltjában kezdett dolgozni Alsómajorban. 1987-től a helyi Áfész kisáruházban boltvezető helyettes, majd 1991-ben az elsők között váltott ki vállalkozói engedélyt, és így üzemeltette tovább a hentesáru részleget. 1998-tól 2010-ig a Koronás Szarvas Kft-nél vadhúsfeldolgozó. Itt kezd lovakkal foglalkozni, mert a vállalat fő profilja a bérvadáztatás. Ezért a külföldi és hazai vendégeket lovas kocsival szállítják a vadászatokra. 2010-től őstermelőként saját lovakat tart, és részben saját, részben bérelt földeket művel. Igazi közösségi ember. 6 éve szervezi a fogadhajtó versenyeket Szentgálon. Kezdetben magánemberként, később az általa alapított Herceggyöpi Lovas Egyesület keretein belül. Más településeken szervezett fogadhajtó versenyeken maga is rajthoz áll, és dobogós helyen végez. A településen rendezett kulturális és hagyományőrző programok szervezésében immár 15 éve aktívan részt vállal. Nélküle nem léteznének olyan tradicionális események, mint a májusfaállítás, szüreti felvonulás. Támogató hozzáállása, segítőkészsége, mások által kezdeményezett civil megmozdulások sikeres megvalósítását segíti elő. Szentgál község önkormányzat képviselő testülete 13/2016 5. hónap 30-a kelt önkormányzati rendelete értelmében 2020. június 29-i rendes ülésén hozott döntés alapján Tóth Dénesnek Szentgál községéért címet adományozza. Felkérem Marton Áront, olvassa fel Bécsi Gyula méltatását. Bécsi Gyula 1947-ben született Szentgálon. Általános iskolai tanulmányait a helyi iskolában végezte. Szinte gyermek volt még, amikor a Herendi porcelángyárban dolgozni kezdett 1962-ben. Több mint egy évtizeden keresztül dolgozott a világhírű manufaktúrában. 1975-től 2007-ig a Veszprémi Közút igazgatóságánál dolgozott nyugdíjazásáig. A munkahelyén az új gépek kezelésének betanulásához mindig őt kérték fel. Szorgalmasan, tisztességesen munkálkodott. A rábízott feladatot maradéktanul teljesítette minden esetben. A vállalat vezetése a teljesítményét kiváló dolgozó kitüntetéssel többször is elismerte. Szűk lakókörnyezetének, a Cincapatak partjának rendben tartása szívügye. Rendszeresen tisztítja és rendben tartja a patak medrét, szedi az eldobált szemetet. Fontos szerepet vállal a helyi katolikus gyülekezetben, az egyházi döntéshozó testület tagja. Munkája nyomán a katolikus temetők környezete rendezett és tiszta. Szentgál község önkormányzat képviselő testülete a 13/2016 5. hó 30-án kelt önkormányzati rendelet értelmében a 2020. június 29-i rendes ülésén hozott döntése alapján Bécsi Gyulának a Szentgál községért címet adományozza.
Felkérem Németh Szilviát, olvassa fel Fehér Rihárd méltatását. Fehér Rihárd 1987. január 25-én született Veszprémben. Általános iskolai tanulmányait Szentgálon végezte. Az iskola befejezését követően a balatonfüredi Széchenyi Ferenc kertészeti szakközépiskolában tanult. Itt érettségizett. Majd 2 év technikusi képzésben tovább tanult, és parképítő, dísznövénykertész képesítést szerzett. Kimagasló tanulmányi eredményét a képzés végén az iskola vezetése legmagasabb adható kitüntetéssel, aranypecsétgyűrű adományozásával ismerte el. 2012-ben a Pannon Egyetem keszthelyi tagozatán okleveles kertészmérnök diplomát szerzett. A sporthoz már az általános iskolai évek alatt szoros kapcsolat fűzte. Az iskola testnevelő tanára Kóshutás László felfigyelt tehetségére, és a Veszprémi Vedac Atlétikai Egyesületnél kezdte edzeni. A sors azonban közbeszólt. Egy térsérülés miatt az atlétikát abba kellett hagynia. 2015-ben 2 tanítványa biztatására nevezett a Spártán rész akadályfutó versenyre, melynek magyarországi helyszíne Eplény volt. A nemzetközi versenyben több ezer indulóból korosztályában dobogós helyezést ért el. Ettől kezdve évente hazai és Európa országaiban megrendezett versenyeken mindig az élbolyban képviseltette magát. 2019-ben magashegyi futóversenyen megvédte bajnoki címét és a versenyre jellemző legmagasabb szintű Ultra Beast futamban világbajnok lett. Teljesítményéről a megyei sajtó is hírt adott. Szentgál község önkormányzat képviselő testülete 13/2016 5. hónap 30-a kelt önkormányzati rendelete értelmében 2020. június 29-i rendes ülésén hozott döntés alapján Fehér Rihárdnak Szentgál községéért címet adományozza. Hálás szívvel köszönjük munkájukat, további sikereket, egészséget kívánunk, hogy még sok éven keresztül tudjanak Szentgál életének részesei lenni. Amennyiben a kitüntetettek szeretnének néhány szót szólni, arra most adódik alkalom. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő, testületi tagok és tisztelt mindenki, aki megjelent. Nagyon szépen köszönöm, hogy a számomra különleges megtiszteltetést jelentő cím odaítélésénél, adományozásánál szóba kerülhetett a nevem, és gondoltak rám. Azt szeretném gondolni, hogy ez a cím egy kicsit szól a hivatásomnak is, annak odaadó gyakorlásának. Pár perc erejéig szeretnék a nagyon gazdag emléktárból fölvillantani, nagyon nagy lépésekkel 1-2 emléknyomot. Ez nem volt benne elgondolások között, de az külön megtiszteltetés, hogy az iskola egyik legmobilisabb tanítványa mellett ülhetek, vagy ülhettem, Tordénesről van szó.
az emléknyomok közül az első. Én is voltam első osztályos, nagyiskola 50-es évek közepe, felső iskola, középső iskola, református iskola, ugyanaz a épület, de nagyon sok név. Középső tanterem, olajospadló, szinte megmászhatatlan dobogó, és hát egy ember nagyságú öntött vaskályha, ami bizony elég sokszor elijesztett bennünket az iskolától. A következő nagy, szeretném még hozzátenni, hogy a szüleim is itt jártak elemi iskolába. Édesapám osztálytársa volt a iskola névadójának, Lőrincze Lajos professzorulnak, és hát úgy hozta a sors, hogy nagyobbik fiunk Péter a első osztály követelményeit szintén ebbe az épületbe, ebbe az iskolába vívta meg. A nagyugrás Szentgálon, szülőfalumba kezdhettem el annak a hivatásnak a gyakorlását, aminek november táján lesz a 50. éve, hogy részese lehetek. Én úgy nevezem ezt a hivatást, hogy a tanítóság. A óvópedagógusoktól a akadémikusokig, a közbülső stációkat nem mondtam, mindenki az tanító, és ebből a sorból, ebből a nem rangsorból kiemelném azokat, akik betűvetésre, meg tanítják a gyerekeket, olvasásra megtanítják a gyerekeket, és a kéz tízujjának a bámulatos használatával még számolásra is. Dugd el, csukd be, tedd a pad alá, vedd elő a zsebedből, lehetne a sort tovább folytatni. A következő villanás csak címszavak lesznek. Azokból, abból a nagyon gazdag emléktárból, ami a iskolai események kapcsán most említésre kerül, csak címszavakként, azok a májusi torna ünnepélyek a Péter völgybe. 1-től 8-ig minden gyerek bemutatta, körbeálltak a szülők, a madarak és fák napja, Üstihegy valamelyik szegletébe az egész iskola, kivonult a nyári táborozások, a gyakorló kert, sportnapok, Szentgál, Herend, Úrkut, Városlőd, több alkalommal, még Hárskut részvételével is. Tudom, hogy abba kell hagyni a sort, egyet mégis nagyon szeretném, ha elmondhatnék, a tornaterem. A nagyiskola tornaterme, őrülten szerették a gyerekek a kidobózást, engem se kellett sokat nyaggatni, hogy ez mehessen. Volt egy aranyszabály, hogyha ez elkezdődik, akkor mindenki nagyon figyeljen, elnézést a szóért, ne bambulja, mert hát veszedelmes lehetett. Én ezt azért szektem meg, mert nyilván én is mindig beálltam egyszer egyik csapathoz, másik csapathoz. Azért szektem meg, mert valaki szólt és félrenéztem. Ez részben szerencsém is volt, mert nem előről, hanem oldalról kaptam egy hatalmas lövést, egy Stram hercegjöpi fiú volt természetesen. Nem te voltál, de egy Stram. És ugye a falu, hát odaszaladt, amit én természetesen nem láttam, de ugye nem nagyon gondolkodnak a kérdésen, a falusi gyerekek azt kérdezték, hogy észnél van, tanárbácsi? Hát annyira észnél voltam, hogy tudtam mondani, hogy észnél vagyok, ezért teljesen megnyugtattam. Engem meg egy kis hidegvizes mosakodás megnyugtatott. Utolsó gondolatsora sok-sok közül, ami még lehetne. Hát fizikálisan elszakadtam Szentgáltól, mert nem itt lakom máshova.
költöztünk, semmilyen más módon ezt nem tudtam megtenni, mert minden következő intézménybe nagyon-nagyon sok szentgáli gyereket tanítottam. Lestem mindig a naplót. A szülők rovatánál vagy mind a két szülőt tanította az ember, vagy csak az egyiket, vagy egyiket se. Akkor egész biztos, hogy az egyiket a Vera tanítónéni tanította. Csak egy pillanatra mennék vissza, és mindjárt vége van. Valami nagyon fontosat kihagytam, hogy Szentgálon nem csak a tanítás kezdődött el, hanem a tanításnak a tanulása is. Volt kitől, volt kiktől. Nagy hibát követnék el, hogyha elkezdeném sorolni a neveket, mert valaki biztos, hogy kimaradna, de a tanítványoknak természetesen köszönöm, mert nélkülük nem nagyon lehetett volna elkezdeni a tanítás tanulását. Ennek az nagyon szép tanítói pályaívnek szinte a szintézise, a összefoglalója a Veszprémi állatkert, hiszen nyugdíjas, nem, az elejét mondom, uvisoktól a nyugdíjasokig, minden korosztállyal sikerült találkoznom. A utóbbi 10 évben, ami júniusban volt 10 éve, hogy részese lehettek ennek a tanítási módnak, 30-32 ezeren fordultak meg a tanodába, vagy a tanodához kapcsolódó rendezvényeken, hogy ennek a tanítói ívnek részese lehettem, hálásan köszönöm a családomnak. Őszinte szívvel mindenkinek minden jót kívánok. Köszönjük a megtisztelő szavakat. Ünnepségünk végéhez közeledve hadd hívjam fel figyelmüket a délutáni programjainkra is. 14 órától Mackó Ádám humorista, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora következik, végül pedig a Szentgáli Banda népzenei koncertje lesz hallható. Jó szívvel ajánlom az augusztus 22-én 18 órakor kezdődő Kisboldogasszony katolikus énekkar koncertjét, mely a Szentgáli Katolikus templomban lesz, vendégfellépő a Prelűd női kar. Ünnepségünk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, rendezvényünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot.